most épp sétálok a Árkád bevásárlóközponthoz, ami az Őrsvezér terén van, és azért, hogy berakjak 300 forintot a bankba, ugyanis ennyi hiányzik ahhoz, hogy én nekem meglegyen a, mondjátok már, PlayStation Network Plus, ami hiányzik. A egy-egy éves előfizetéshez ennyi összeg hiányzik, tehát most az a 400 forintot, vagy 300-400 forintot kell befizetnem, szóval most azért reggel fel kellett kelnem, gonoszság. Na, itthon vagyok, előfizettem a PlayStation Plus-ra, viszont sajnos csak Magyarországról tudtam, ugyanis a UK Store nem fogadta el a bankkártyámat, tehát a Brit Store azt mondta, hogy nem vásárolhatsz. Nem értem amúgy igazából őket, és sosem fogom megérteni, tehát hogyha valamit náluk akarok elkölteni, pénzt, akkor az nekik miért jó, hogy tiltják, tehát hogy nem engedik, hogy náluk költsem el, ez valami egészen elképesztő. Mindegy, ők tudják. Hát a magyar sztort választottam, és itt vettem meg a PlayStation Plus-t. Hát, lehet, hogy hiba volt itt megvenni. Nem tudom. Úgy érzem, hogy hát amikor megláttam, hogy kevesebb játékot kapok, mint az összes többi sztorban, tehát vagy az UK, vagy a USA, egy kicsit el... Hát nem mondom, hogy elszomorodtam, inkább egy kicsit mérges lettem, ugyanis rohadt sok pénzbe kerül a magyar sztor. A amerikai sztor 3000 forinttal olcsóbb, és sokkal több mindent ad, tehát a PlayStation Plus szolgáltatása jóval olcsóbb, jóval több mindent ad, és hát a Brit Store az ugyan annyit ad, vagyis ugyanannyiba került majdnem, mint a magyar, egy kicsit ez is olcsóbb lett volna, de akkor mondom, már nem szórakozok ezzel, és akkor választom a magyart. De látom, hogy még így is sokkal kevesebb dolgot kapok, mint amit a britek kapnak. Hát szóval ez így egy kicsit kiakasztott. Mindenesetre kaptam egy Shift 2-t, meg egy Shen 2-t, így kezdetnek, aztán majd meglátjuk, de például ilyet, hogy Ghost Recon, nem tudom mi a legújabb Ghost Recon részt, annak nem kaptam meg a bétáját, mint például azt megkapták az amerikaiak. Szóval ez így egy kicsit kiábrándító és idegesítő, ugyanis szerintem ez a világ egyik legdrágább, hanem a legdrágább PlayStation Store-ja, és itt kapjuk a legkevesebb mindent. Ez borzasztó csalódás. Igazából meglátjuk, hogyha ez az egy év nem válik be, akkor azt hiszem, hogy bőven jó lesz ez tanulópénznek, és akkor végleg megválok a Sony-tól, hogyha ennyit nem képesek nyújtani, mint amit igazából azt hiszem, hogy egy magyar ember megérdemelne, főleg, hogyha ő fizeti a legtöbb pénzt. Hát... Igazából a másik, ami érdekes volt, hogy nagyon sok nevet beregisztrálgattam most a sztórokra, tehát, hogy brit, magyar, meg mit tudom én, micsoda, és a végén az, hogy egy teljesen új nevet akartam, és hát feltettem kérdésnek, hogy mi legyen az új nevem, legyen, mert az a helyzet, hogy én abidos szoktam lenni, tehát amikor lehet, hogyha van lehetőségem rá, de ezt általában azért leszokták foglalni, tehát nem nagyon tudok Abidos lenni, így régebben ilyet csinált, hogy Abidos Hun, és azt például nem szeretem, tehát ez a YouTube csatornám, de nem nagyon szeretem. Hát végül is ennek a mintájára csináltam Facebookot is, így Abidos Hun, de azt sem nagyon szeretem. Akkor hát jó, mi legyen. Igazából még régebben a Patapon PSP-s játéknál azt mondták a kis Pataponok, hogy Lord Abi. Ó, mondom, ez tök jó, ez lesz a nevem, Lord Abidos. És az igazság, hogy páran mondták, hogy ezt nekik nem tetszik. Hát jó, nekem se tetszik annyira az, hogy Lord Abidos, de mindegy. A Lord Abit meg már beregisztráltam régebben PSN-re, szóval... nem tudtam használni, azt jobban szeretem a Lord Abit, és ezért ki akartam találni valami újat, és akkor ilyet találtam ki, hogy Kant Abi, mint Grove Abi, meg ilyenek. És
hát ezek se jöttek annyira be. Aztán tegnap már teljesen kivoltam, hogy vajon mi legyen a nevem, és akkor volt ilyen, hogy Abidosszán, Abidosszama, Abidossán, meg Abidosogunáte, meg minden hülyeség, ami eszembe jutott, mert most már nem akartam európai, tehát nem akartam a lordot, tehát nem angolt akartam, hanem mondjuk valami keleti eset. Igazából próbálkoztam nézni perzsát is, de lévén a vezetéknevem miatt, de annyira nem jött be. És akkor most megnézem, hogy milyen neveket próbálgattam ki tegnap, amiket feltettem. La. Tehát így, ami végül is megtetszett a következők közül, tehát, hogy Abidosszensei, Abidosszán, Abidossán és Abidossama, ezek között tettem föl így kérdésnek. Jó, be is egeltem magamat Abidosszánra, és akkor írom be az adatokat UK Store-ba, minden tök jó, vásárolnám meg a PlayStation Plus-t, és nem működik. Tehát az egyetlen név, ami megtetszett, vagy az Abidosszán volt, Abidosszán volt az, amit beregisztráltam az UK-ra, az egyetlen egy név, ami nem tetszett, az nem működik UK-n. Mármint nem tudok vele vásárolni, tehát nem azt fogom használni. Jó, akkor csinálok egy újabb magyar sztort, vajon mi legyen a magyar nevem? Jaj, hogy én mennyit szenvedtem, mert beírtam azt, hogy Abidosszama, hogy az legyen a magyar nevem, és erre kírja a PS akármicsoda regisztrációja, hogy ez a név nem lehetséges. Ó, mondom, mi a francér, nem? Mi a baja van annak, hogy Abidosszama? Hát nem igaz már. Komolyan nem tudok megcsinálni egy nevet, és akkor végre kitalálok valamit, és nem lehet. Úristen, itt teljesen kétségbe estem, hogy úristen, mi a francot találjak ki? Két név volt, ami tetszik, az egyiket már elhasználtam máshol, a másik meg nem jó. És végül is az lett, hogy Abiszán, szóval aki akar felvenni engemet PSN-en, az Abiszán néven keresen, tehát S-en, S néven, egy S-sel kell, tehát Abi Y-nal és S-A-N. Tehát tök jó, mindenki nagyon örül. És meglátjuk, hogy mennyire fog beválni ez a store. Most felraktam a Shift 2-t, meglátjuk, hogy az is... nem tudom, lehet, hogy egy kicsit bánni fogom, hogy magyarra mellett maradtam, de majd kiderül. Jó? Na jó, akkor ennyi lett volna mára, aztán majd találkozunk legközelebb is, jó? Sziasztok!